Mindenkit! Itten Ható vagyok. Máskor mindig voltak ilyen videók. Azért nincsenek, mert egyszerűen kezd tönkrenni az agykapacitás. Ugyanúgy az agykapacitással együtt a testnek a felépítése is. Ez ellen úgy lehet tenni, ha tovább nincsenek követve a büdös kis munkás szokások. Erről is volt szó, hogy külön az újabban külön réteget alkotnak a büdös kis munkások, akik örülnek annak, hogy minden nap ugyanazt csinálják. És innen jön az, hogy csinálni valamit. Rengeteg sorozat tele van, hogy mit csináljak. Mit csináljak? Mit? Aki így gondolkodik, annak gyenge lehet az agykapacitása. Nyilvánvalóan abból, hogy te máshol mész robotoszt, nem lesz sok pénzt elérni. Már kezdtem erre az útra térni jó 2 éve. Nem voltak ilyen jelleg. És kezdtem egyszerűen a hitet anyagolni. Megmondtam többször, mi a hitnek az alapjai. Honnan is van, itt voltak ilyen, hogy terrorista. Én nem volt már, de mind-mind az alap volt ennek. És itt van, hogy nem voltak ilyen videostreamek, egyszerűen hanyagolva lettek. Ez sem stream, hanem egy sima felvétel. És mi is fog mostan lenni. Jaja, biztos a tüdő lesz mostan. Mai nap próbáltam futni 1 percnél, tovább nem bírok. Futni? 1 perc és már ki vagyok, a tüdőm nem bírja tovább. Ennek a módba következtetései voltak. De lehet vonni, hogy mi történhetett. Most eszembe is jutott. Egyszerűen annyi sok mindent meg kellene tennem. Meg is fogok tenni, ha minden jól összejön, hatalmi szerek vezetésével leszek, hogy a köcsögöknek, hogy rossz, ha a tüdőm leszakadott. Utattam. Túl mellé lépett, vagy nem tudom mit csinált. Tudom, mennyit mondom a budás munkás szót, hogy mit csinál. Egyszerűen a tüdőm nem jó, nem bírja a levegőt kapni, le van szakadva. Leszakadott jócskán már hány év óta? Ugye kiszámolom, hány év óta van leszakadva a tüdőm. Hát, mostan azóta nincsen más foglalkozásom se. 2008... 13 éve le van szakadva! És 1 percnél tovább nem bírok futni. Amikor nem is szívok semmilyen cigarettát, se alkoholt nem iszok. Sem iszok alkoholt, se cigarettát, és mégsem bír a tüdőm 1 percnél tovább a futást. Ez mi a fene van? Ez nem jó jel, még van egy pár izomszakadás, és hát ez az is vezetett máshoz is. Itt van, nem szívom a cigarettát, nem cigarettáztam, nem ittam alkoholt, és mégis a tüdőm 1 percnél tovább nem bírok futni, mert fulladok utána. Hogy ezek megtörténtek, mind-mind a büdös munkások tehetnek róla. Nem kezdtek volna el okoskodni, hogy külön réteget létrehozni, nagy valószínűséggel a tüdőm sem szakadt volna le, se a izomszálaim, semmi sem. De leszakadtak! És ez miatt kapnak rendesen mindegyik munkás, a büdös munkás réteg. Itt vannak, akik kergetni mertek. Én mindig arra szavaztam, hogy ne legyenek. Fordulj vissza, és végezd őket ki. Nem, de egyszerűen nem lettek. Van más megoldás, ha ilyen jó állapotban adok, na nehezen. Alig bírok el egy mikro-SMG-t, 2 darabot már. Ezért is meg lesztek büntetve, nem bírok el nehezebbet. Ti mindenit fogtok kapni. És itt vannak a... Kik tehetnek róla szokás szerint a büdös munkás réteg. Itt is van! Ez a polerátus megmondja mi a... Nem parasztra van szerintem, hanem... Munka, ez az egyike a büdös munkás. Itt van! Valójában nincsen paraszt, én hiszem a többet ér a földműves, mint a büdös munkás, vagyis proli.
itt van, megmondja a Wikipédia, mi is a büdös munkás réteg. Szépen mondva, büdös proli réteg köztartozik. Itt van. Osztály egyik büdösse a büdös proli. De van írva szépen a Wikipédiára, hogy az én esem a valóságban van szedve. Rómában jelentek meg 1500-as években. Birtokolták. És katolikus réteg a keresztény, mint a katolikus keresztény egyházban vannak meg ezek a tisztára kibaszott munkás réteg, külön réteget kaptak, ma még már védve vannak. Hiába küzdötök! Most nehogy azt higgyétek, hogy nem jutott volna följebb jutni. Nem tettek semmit sem, mert minek gondolkodsznak, csak úgy van beállítva ez a Wikipédia, mennyire is küzdöttek, mennyire harcoltak, valóságban fáj, a szar sem képesek, nincs saját akaratuk. Ha lenne, akkor nem néznék a tévéket, virtuális világot, de a valóságban nézzék tovább. Vannak. Itt van, itt van, vannak ápítva! Toma... Vagy inkább büdös proli! ...1955-ben. Ugyanígy lett mondva, hogy büdös... ...mikkel buta prolisznek, a büdös... ...buta munkások. Vagy minden illik rátok. Itt van ez az egész... ...a... ...rohadt keresztény katolikus egyház vezette be a rétegeződést. Mindenki nincsen rétegeződés. Múlta! A jége. Vannak ilyen részek! Fognak lenni még. Egyszerűen, két darab. Mikor esemgész? Nem bírom felemelni. Komoly gondok vannak itt. Egyszerűen kezd az agyamat tönkre menni az agykapacitás.
itt van ez a Google, ami a virtuális világ egy legkárosabbja. Van ilyen YouTube csatorna. Hogy a gyenge elme a virtuális világba találja meg a szórakozást. Nem abba, hogy saját eszileg képes legyen streamelni. Felfelé törtni, nem pedig nem lefelé. Meg kell azt érteni, hogy mindig is voltak büdös projekt, büdös munkáshelyek, büdös munka, buták, inkább butarétegnek szoktam mondani, hogy mind-mind a kiszava, ezek a szép kifejezések már fent vannak az interneten. Már az 1600-as években elterjedtek. Az ipari forradalom után. Az 1800-as években. Buták voltak. Büdös, buta, munkás, kollégatársak. Ez a réteg külön érződik rajta, minek mi a összeállózat. Nem kell velük jóba lenni. Folyton olyan helyre kellett járnom, akik folyton nézték ezt a YouTube videókat, főleg a top listásokat. Mai nap arra sem tudok rájönni, hogy kerültem én oda azokhoz a hülyék közé. Mindegyinek javarészt buta, prolik voltak a szüleik, azokból is az lett. Éppen ők is egy buta munkás. Csak az a baj, hogy sokkal hamarabb felveszik a butamunkást. Mert a butamunkás azt csinálja, amit mindig kérdezik. Mit csinálja? Mit csinálja? Mert erről van benne. Az újabb török sorozatokban. Mit csináljak? Mit csináljak? Erre vannak betanítva. És azok olyan társaság volt, akik megnézték az első YouTube oldalon, amit hallgattak. Legelső oldalon, amik rajta voltak. Itt vannak is. Ismertem, azok biztosan hallgatták ezeket, hogy még nagyon szarokat néztek. És az a legrémesebb, hogy hány év, 7 év után én is kezdek azok a szarosok szintre, napi szinten nézni a YouTube másnak a videóit. Kezdek megromlani. Az agyam gyöngül, az agykapacitásom tisztára, és megint. És egyszerűen róluk veszek például, 7 éven át láttam, minden vackot megnéztek a YouTube-on. YouTube azonban, hogy mindenki, hogy a buta munkás rétegnek a szintjét. Mindenki tudja, hogy a buta munkás azt szereti, egyet rákikkel, és nem bírja hallgatni. De ezt nem tudom elindítani. Mert egyszerűen leszek banolva a videó. Egyszerűen bírom azt a csatornát, hogy Stars, értitek miért? Vagyis koponya a Star! Éten többes szám van! Legfelsőbb hatalmi vezető, az meg én voltam! Íme itt vannak ilyen PC-okok, vannak ilyen videók, és lesznek még a mai napon többek is rajta! Egyszerűen kezdtem ellustolni. Egyre jobban csak lustultam! És így néz ki, tupaja. Hogy lehet? Vannak ilyen videók. Még szatkán voltam 2 éve ezelőtt. Jóval másabb volt a környezet. Jó sok kurva volt és kurva tartók. Itt is van a topaján, amit csinálják, csak nem az utcán, nem nyilvánosan, hanem sutyomba. Lehet keresni őket. Ki vannak írkálva. Szerbiába lehetsz. Lehetsz egy büdös, buta munkás, proletár, jó, ejtettem ki, jelen nézzem,
Proles. Proletariátus. Milyen hülye. Hülye olyan római katolikus a magyarra való fordítása. Proles lehet. Itt is van. Vagyis egy munkás. Örülsz neki. Nem. Van ilyesmi lore. És nem menjük vissza az alapokra. Amit egyszer megmondtam, hogy hova fogtok jutni. Mindig feleltem az alapokat, hogy 2-3 évben nem volt ró szó. Itt van ez a videó. Ja, bejátszom. Üdvözlök, ismétem mindenkit. Most önöknek meg fogom mondani azt, hogy a Lagut Tiranége az elején, hogy a témája maga a csatornának mit adott. Látnak egy pókot. És nem tudnák, régebben volt ilyen itt, elméletileg. És itt van. Még 2018. szeptember 2-án a hiten járt az eszem. Az ura generálódás ellen tennetekkel! Vannak a buddhisták, akik többet imádkoznak. Buddhához, nehogy pókba vagy valami állatként urai legyenek. Ez nem hülyeség, ez ilyen terrorista. Hidve is benne van. Na jöttek fölfelé Európába. Vannak jöttek. Iraki vagy iráni. Bol vagy valami. Iránbu vagy. Nem tudom, hogy honnan jöttek, de lentről jöttek. És akkor ezek itten szaporodtak, egészen feljöttek Angliáig. Egyenes vonalba mente harcoltak az örök harcé! Vannak olyanok, akik belerakják az emberi lelkeket a pókba, és abba tovább élhetnek. De maga a pók, egy darab pók az kb. Egy évig él. Így annyi az egy évet maga... él. És akkor egy évig bírtok benne lenni most. Az ember jutott. És egyszerűen kezdem felejteni az alapokat. Hogy ezek nem vannak írva. Szerencsére ez is, mint olyan én, nekem is szájhagyományként terjedett, néha eszembe is jut. Szájhagyományként maradt fönt. Az a verzió van, ami minél jobban kicsikét hozzá van adva, elvéve van, de az alapok ugyanaz, mint a buddhistáknál, meg az indiánoknál, az alap, meg a iszlám is abból. Lehet, jött létre egy javarészt, meg a kicsikét a zsidóhitnak egy része. Értitek, miről van szó? Egyszerűen kezdem elfelejteni a hitet. A hit a legfontosabb. Hittem még 2018 derekán, meg 2017-ben még elkezdődött, mikor is jött ez a csatorna, mindjárt megnézem, hogy még a hittel voltam el. Alig voltam el a hittel egy évig. És egyszerűen kezdtem a hitről leszokni. Nem láttam a hitemet. Meg. Nem láttam meg! 2017. augusztus jó egy évig volt a hit. Legerején is a hit volt, a nem a megnyugvás szólt, hanem az örök harc. Úgy néz ki, hogy mertek pofázni vissza ezek az itt élő palesztin hittagadók. Én tudom, hol vagytok, hol valósak vagytok. És nem tudom megérteni, mi nem támadnak rájuk. Egyszerűen nem akarnak rájuk támadni. Valakinek rájuk kellene már. Van itt a szó. Itt van az a régi. Még a trendeket. Hát így nem, de a mai trendekkel abszolút nem foglalkozok. Szépségek vannak rajta. Szerintes technika is szokott. És itt van benne, hogy csak a munka elvéget elvész. Aki félelemben él, az hamar meghal. Így igaz. Úgy néz ki, hogy én jó hamar meghalok. Mert igenis. Úgy néz ki, nagyon úgy látszik, valóságban félelem volt! Ha nem lett volna félelem, akkor nem így alakult volna nagyon. Semmi se! Sem engedtem volna be két darab büdös, fogyatékos hülyét, akit elkezdtem támozni, kettő. És kettőt tönkre tudott tenni.
Szokás szerint én mindig ártatlan vagyok, és így az összes hibámat másokra fogom rákenni. Ahogy én ártatlan vagyok. A munkásám gyöngé, polerátus rétegeken jári. Azért vannak, hogy meg lesen őket tüntetni. És tovább is a hit kezd. Nincsen már hit, és már is már gyöngül a csatornának a nézettsége! Ez még a mai nap, szó erről, még a csatornáról, és meg más, mert nézem most hány ideje.